Sziasztok! Remélem, hogy nagyon éhesek vagytok, mert ma három nagyon laktató ételt fogok elkészíteni, ami nem lesz más, mint egy zöldbabos sertés raguleves, egy húsos makaróni és egy spenótos krokmadám, úgyhogy kezdjük is el! Először a levest fogjuk elkészíteni, amihez a sertéscombot kis kockákra vágjuk és két evőkanál olajon elkezdjük lepirítani. Ha lepirult a hús, jöhet rá só és bors, egy evőkanál sűrített paradicsom és ezzel lepirítjük az egészet. Megszórjuk egy teáskanál füstölt paprikával, egy teáskanál majorannával, fél teáskanál őrölt köménnyel és két babérlevéllel. Most jöhet rá 3 gerezd apróra vágott fokhagyma, amit belekeverünk, és utána felöntjük 1,5-2 deci vízzel, és beforraljuk az alapot. Amíg elkészül az alap, felvágjuk a zöldségeket, a krumplit, a zellert és a répát, viszont a krumplit felhasználásig a vízbe fogjuk visszarakni, hiszen csak a végén fog hozzákerülni, hogy egyszerre főjenek meg a zöldségek. Ezt elkavarjuk és felöntjük az alaplével. Ezt most egy picit megsózzuk, felforraljuk és addig főzzük, amíg meg nem puhulnak félig a zöldségek. Amikor félig megpuhultak a zöldségek, jöhet rá a krumpli. Most pedig hagyjuk, hogy a krumpli félig megpuhuljon, utána pedig hozzáadjuk a zöldbabot. Kapd el! Ennyi, 7 évi kosárlabda. A havaráshoz főzőkrémet fogunk használni, ami gluténmentes. Ki fogunk havarni egy evőkanál zabliszttel, és utána hőkiegyenlítéssel szépen behavarjuk a levest. Miután picit felforrt a havarással, elzárom, adok hozzá apróra vágott friss petrezselymet, egy nagyon kevés ecetet, és tálalunk. A következő étel egy húsos makaróni lesz, amit kiskorunkban anyukánk rengetegszer csinált nekünk, úgyhogy most ez következik. Az apróra vágott hagymát és fokhagymát 3 evőkanál olajon elkezdjük lepirítani. Ha üvegesre párolódott a hagyma, jöhet rá a darált hús, sózzuk, borsozzuk és alaposan lepirítjuk. Lepirult a hús, megszórjuk egy teáskanál piros paprikával, egy teáskanál oregánóval, elkavarjuk és felöntjük a passzátával. Ezt kb. Még 1 deci vízzel kiöblítjük, ráöntjük, felforraljuk és 15-20 perc alatt készre főzzük. Felforrt a ragú, én úgy ítéltem meg, hogy még egy kis vizet elbír, úgyhogy egy 1,5 deci hideg vizet öntök hozzá. Közben felforrt a tészta főző víz, amit alaposan megsózunk, bele a makaróni tészta, al dente-re főzzük és leszűrjük. A ragúból félre rakok egy merő kanállal, és a maradékhoz hozzákeverem a tésztát. A félretett ragúhoz hozzákeverünk 2 deci főzőkrémet. Egy jénait ennyit kiolajozunk, beleöntjük a tésztát, leöntjük a főzőkrémes keverékkel, megszórjuk rengeteg reszelt trapista sajttal, és 200 fokos sütőben addig sütjük, amíg aranybarnára nem sül a sajt. Megsült a tészta, most hagyjuk állni 10 percet, utána pedig tálalunk. Az utolsó étel egy spenótos krokmadám lesz, amihez legelőször a besamelt fogjuk elkészíteni. Jöhet egy edénybe 20 g vaj, ha felolvadt a vaj, jöhet rá egy evőkanál liszt, és ezt most egy picit lepirítjuk. És most jöhet rá kb. 200 ml főzőkrém. Ezt most csomómentesre keverjük, és megszórjuk sóval, borssal, és belereszelünk 1/4 friss szerecsendiót. Elkeverjük, és belerakjuk a friss spenótot, és közben levesszük a tűzről. A spenótos besamelt most félrerakom, vágok 4 szép szelet kenyeret a kenyérből, megvajazom mindkét oldalukat és egy picit előpirítom a serpenyőben. Amíg pirul a kenyér, addig én lereszelem a sajtokat, ementálit és goudát fogok használni. A kenyerek egyik oldalát megkenjük egy evőkanál dijoni mustárral, rárakjuk a tepsire, rápakoljuk a sonkákat, ráhalmozzuk a sajt egyik felét, befedjük a másik kenyérrel, rárakjuk a besamelt, megszórjuk a maradék sajttal, és mehet a 200 fokos sütőbe, addig, amíg meg nem sül a sajt a tetején. Nem sokára elkészül a szendvics, úgyhogy pont annyi időnk van még, hogy elkészítsük rá a tükörtojásokat. Egy kevés vajat fogok a serpenyőben felmelegíteni, és mehet rá a tojás. Megszórjuk egy csipet sóval. Elkészült a tojás, elkészült a szendvics is, összepakoljuk és tálalunk. Mindenképpen próbáljátok ki ezeket a recepteket, iratkozzatok fel a csatornánkra, kövessetek minket az összes platformon, puci!
A recepteket támogatta a Hulala Gran Cucina gluténmentes főzőkrém. Hát valahogy sok kivéti, így.